az Egyenes Beszéd ma esti témái és vendégei. Szívesen együttműködne Magyar Péter pártjával az Európai Néppárt, ezt Manfred Weber közölte. Azt mondta, örül a Tisza párt érdeklődésének. Az Európai Parlament jogállamisági jelentéstevője ugyanakkor fenntartásokkal fogadja magyar megjelenését a politikai szintéren, és Orbán Viktorhoz hasonlította a Tisza párt alelnökét, miket Dániellel és Milbacher Dániellel beszélgetünk. Megvette a repteret az állam, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter, a vételár 3,1 milliárd euró volt. Nagy Márton tárcája szerint a reptér tulajdonlása szuverenitási kérdés, amely nem csak a személyszállítás és a turizmus, hanem az áruszállítás miatt is stratégiai jelentőséggel bír, a gazdasági vérkeringés egyik ütőere. A stúdióban Csaba László. Az ország jövőjét nem szabad szerencselovagokra bízni, erről pártja veszprémi kampánygyűlésén beszélt Kunhalmi Ágnes. A politikus szerint olyanoknak kell bizalmat szavazni, akik a legnehezebb időkben is harcoltak a Fidesz ellen, vendégünk az MSZP társelnöke. Elutasította az Alkotmánybíróság Karsai Dániel népszavazási kezdeményezését. A gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász azután fordult a testülethez, hogy a kúria nem engedte népszavazásra az életvégi döntésekkel kapcsolatos két kérdését. Hogyan tovább? Karsai Pétert kérdezzük. Ez lesz a mai Egyenes Beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Milbacher Dániel, a Polémia Intézet elemzője, és Mikesz Dániel, a politikai elemző. Jó estét, szervusztok! Jó estét! És kezdjük egy viszonylag friss hírrel, itt nem sokkal az adás előtt jött. A propeller.hu hozza, a plágiummal vádolják Karácsony Gergelyt. Közben mi kerestük a főpolgármestert, aki ezt cáfolta. A hír úgy szól, hogy Karácsony Gergely olyan dolgozattal nyerte meg az Egyetemi Tudományos Diákköri Konferenciát, és lett második az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, amiben másoktól átvett mondatok és gondolatok szerepelnek hivatkozás nélkül. Egyébként ez lett a szakdolgozata is, hogyha jól olvasom. Szó szerint idézőjelek nélkül átvett mondatok szerepelnek Stumpf István egyik tanulmányából, emellett Karácsony mentorától, a CEUN oktató Tóka Gábortól is hivatkozás nélkül másodleg gondolatokat, állítja a cikk szerzője. Karácsony Gergely, még ezt gyorsan elmondom nektek, azt mondja, hogy hálás a propaganda médiának, hogy az újabb vérszegény lejáratási kísérlettel jelzik a budapestiek felé, tényleg semmit, de semmit nem tudnak felhozni ellenem, és tulajdonképpen cáfolja az egészet. Mit szóltok ehhez az egész ügyhöz? Most ez oszt vagy szoroz most a kampányban itt a végén, vagy mekkora botrány ez? Most egyelőre ennyit látunk ebből. Hát én nem hiszem, hogy ennek olyan nagy jelentősége lenne, mint a választó szempontjából. Persze az, hogy nem gondolom, majd ilyenkor a Corvinusnak a valamelyik bizottsága majd akkor megnézi, hogy milyen arányú volt, meg hogy mennyiben volt ez plágium az akkori szabályok szerint. De az, hogy egy, valószínűleg ez be volt készítve, tehát nem most valaki ott így hirtelen elkezdi összehasonlítani. Ráadásul azért vannak olyan programok, amiket ezeket meg tudják tenni, de az, hogy esetleg ez meg volt elektronikus formában, vagy valaki beszkenelte, az is lehet, hogy minden politikusnak a szakdolgozatát most megvan az valahol. Igen, valahol ezt így nézegetik, és ezért különböző programokkal az egyezéseket lehet nézni, és ez nem csak Magyarországon volt ilyen eset, hanem Németországban is. Talán egy hadügyminisztert is érintett, ha jól emlékszem, ott nem szakdolgozat, meg ilyen diákköri dolgozat, hanem ott is PhD szintű botrányok voltak. Ez most akkor, hogy itt most el lett ejtve itt a kampányban, most ez már nem fog annyira ez az ügy megérni, hogy akkor ebből lenne valami vizsgálat, és akkor magyarázkodnia kellene a főpolgármesternek, és valamit mond majd a Corvinus, tehát odáig ez nem fog kifutni. Nem késő ez már egy picit? Az lehet benne, hogy akkor hogyan kellett ezt, vagy ők talán gondolkodtak ott, akik ezzel foglalkoztak, hogy kell időzíteni, hogy azért ne hűljön ki, de hogy azért tudjon valamennyit ülni is az ügy, de valóban a kérdés az, és hát én azt gyanítom, hogy azért a választók számára ez talán nem olyan súlyú ügy, ami megrengetné Karácsony Gergelynek a hitelességét, legalábbis most ebben a stádiumban, hogy ennyit lehet látni ebből a plágium részletekből. Dániel, te hogy látod? Persze, meg egyébként hogy a kampány végén, vagy a kampány utolsó egy hetében vagyunk igazából, tehát hogy mindjárt itt a választás, ilyenkor mindent elő kell venni. Tehát ilyenkor ki van adva gyakorlatilag mindenkinek feladatként, mind a Fidesz oldalon, mind egyébként az ellenzéki oldalon, hogy szedjenek össze bármit, amit csak lehet,
és ez menjen ki a médiába, túrjanak elő régi felvételeket, ilyen-olyan kisebb ügyeket, hát ha valami, valamelyik célcsoportnak betalál, és ezzel valamennyit módosít a preferenciákon igazából. Szerinted ez módosít? Ugye Daniel azt mondta, hogy nem igazából. Szerintem nem kapott akkora figyelmet egyelőre még, hogy ez módosítson, de hát nyilvánvalóan azért ismerjük azt, hogy a Fidesznek van egy nagyon erős propagandagépezet, amiben ezt föl tudják használni, és ők ezt azért tudják szerintem még ebbe az utolsó, hát ugye két napban, hát egyre kevesebb időben, de tudják még ezt használni. Nagyon friss a hír, tehát ez tényleg most jött. Igen. De hát nyilván ilyenkor már szerintem tényleg nem a minőség a lényeg, hanem a mennyiség, és az, hogy jöjjön és menjen. Úgyhogy ennek szerintem a tartalmi szempontból meg szerintem nem annyira érdekes ez egy válaszolszám. Számítotok még hasonlókra a következő egy-két napban? Vagy azért már kijöttek volna? Van egyébként tényleg, amit Dani is mondott, hogy van egy ilyen műfaj, amikor rámennek politikusra, tehát azért összeszednek olyan dolgokat róla, ami valahogy káros lehet, és hát attól függ, hogy valószínűleg ezek a kutatócsoportok, akik ezt végzik, ennek az összeállítását, akkor mennyire résztesen tudnak elmenni, vagy akár a Magyar Péternek a videója is valahogy egy ilyesmi lehet, hogy akkor valamit hogyan lehet találni az interneten, ami azért nem felejt. Így van. Sokak bánatára talán. Lehetne, hogy még vannak ilyen részletek, amelyek nem derültek ki, de azért például olyan szereplők esetében, akik már régóta velünk vannak, tehát azért Karácsony Gergely volt egy előválasztási miniszterelnök jelölt, sőt azt megelőzően volt miniszterelnök jelöltje a most is mögött álló pártoknak, illetve főpolgármester jelölt, tehát hogy azért ezek már előkerültek volna olyanok, amelyek még most nem. Lehet, hogy erről is már tudtak azok, akik ezt így kiengedték, csak nem gondolták olyan fajsúlyosnak, de az is lehet, hogy valami későbbi kutatómunka. Sőt, ő maga is beszélt egyébként róla, hogy majd még a kampányban fog majd kijönni, ahogy egyébként Magyar Péter is megelőlegezte ezt, amikor ő megjelent, hogy itt aztán minden lesz. Olyan fajta meglepetésre számítottok, és ezt a kérdést föltettem már vagy háromszor ezen a héten ebben a stúdióban, de minden nap halljuk sajtó írt pletykát arról, hogy vissza fog lépni az utolsó pillanatban Szentkirály Alexandra. Mennyire tartjátok ezt kizártnak vagy lehetségesnek? Hát nagyon sok pletyka van ezzel kapcsolatban, tehát én is hallottam több pletykát is ezzel kapcsolatban, hogy a Fidesz ezt valamilyen módon mérni is próbálja még most is, különösen ugye a főpolgármester jelölti viták után. Szerintem benne van a pakliban, tehát hogy azt nem tudom kijelenteni, hogy ez meg fog történni, és az se, hogy nem, de szerintem abszolút benne van, és itt szerintem ez már abszolút egy stratégiai döntés, méghozzá azért, mert hogy egyrészt lehetséges az, hogy a Fidesz úgy dönt, hogy árt Vitézi Dávidnak azzal, hogy visszalépteti Szentkirályi Alexandrát, hiszen ekkor az ellenzéki választók számára Vitézi Dávid teljesen hiteltelen lesz, hiszen Karácsony Gergely és Karácsony Gergely stábja által felállított spin tulajdonképpen, miszerint ugye Vitézi Dávid fideszes, ez beigazolódik ebbe a pillanatban, amikor visszalép Szentkirályi Alexandra. Tehát azt mondod, hogy ezzel valószínűleg többet ártanának Vitézinek, tehát hogy akkor... Hát ilyen szempontból igen, tehát hogy Vitézi Dávidnak ez biztosan ártana, több szavazatot kapna, ez biztos, de az ellenzéki választók jelentős része, aki most rászavazna, az valószínűleg elfordulna tőle, ugyanakkor ez egy nagyon-nagyon szoros versenyt eredményezhet. Ekkor nyilván Vitézi Dávidnak nem nagyon lesz visszaút, szóval, hogy ő egy nagyon csapda helyzetbe kerül ezzel a helyzettel. Ugyanakkor a Fidesz azzal is számolhat, hogy nem lépteti vissza Szentkirályi Alexandrát, és becsülettel végigcsinálják ezt a kampányt. Emögött szerintem az lehet a megfontolás, hogy nem akarják megkockáztatni azt, hogy a fővárosi listájuk az szavazatokat veszítsen az ő visszalépésével, és hogy ott kell lennie a Fidesznek a fővárosi közgyűlésben ahhoz, hogy kontroll alatt tudja tartani tulajdonképpen a következő főpolgármestert is, egyébként Budapestet. Hiszen ott egy meglepően demokratikus helyzet fog kialakulni valószínűleg a választás után. És persze ott vannak a kerületi polgármestere is, tehát azért vannak még most is hivatalban lévő polgármesterek, illetve számíthatnak arra, hogy vannak olyan kerületek, ahol képesek kihívói lenni az ellenzéki polgármesternek az első vagy a harmadik kerületben, gondolhatják azt, hogy esélyesen indulhatnak ők. Tehát, hogyha viszont van egy szentkirályi visszalépés, akkor az, tehát lehet egy ilyen logika is, hogy az árt azoknak a regnáló fideszes polgármestereknek, illetve az esélyes fideszes kihívóknak. Abszolút. Tehát nem csak a fővárosi listát érintheti, hanem az ő újraválasztási vagy megválasztási esélyeiket is. A másik pedig az, hogy akkor most Vitézinek
Ugye lehet, hogy Vitézinek ártana az egy ilyen visszalépés, mert hogy akkor elmondhatná rá a Karácsony stábja, hogy akkor na végig, mégiscsak ő a Fideszes jelölt, de lehet, hogy magának a Fidesznek viszont ez nem lenne rossz, hiszen ha valóban ő a Fideszes jelölt, akkor akkor a Fideszes jelölt nem 23%-ot fog elérni, ahogy nem tudom, kármi hasonlatok vannak most, hanem 39-et vagy 41-et. Tehát, hogy ez nem lenne akkora veszteség a Fidesz számára. Én ezért nem tudom azt eldönteni, hogy valóban visszaléptetnék-e, mert nagyon sok minden szól ellene, hogy nem csak az, hogy akkor nem lenne egy önálló jelöltje a Fidesznek a fővárosban, de az végső soron, hogy akkor az milyen, amit Dani is beszélt, hogy egyrészt a fővárosi listára milyen hatása lenne is a kerületi fideszes jelöltekre. Hát így meg lehet, hogy a mérések szerint, bár van ilyen mérés is, meg olyan mérés is, utolsó lesz a háromból, az sem lesz egy jó üzenet. Igen, azért azt is, persze Budapest nagy, de ha már például mondjuk kerületi szintről van szó, hogyha minél kevesebben laknak egy kerületben, vagy a fővárosban, annál nehezebb azért pontosabb méréseket készíteni, mint hogyha mondjuk az egész országról van szó. Na menjünk tovább, Kunhalmi Ágnes érkezik ma egyébként az adásban az MSZP társelnöke. Felszólítottam a Magyar Pétert, hogy kérjen bocsánatot, amiért 20 vagy 22 évvel ezelőtt azt mondta egy tévéműsorban, hogy Medgyessy Péter nyakában nem táblát, hanem kötelet kellene akasztani. Aztán ott az adásban később hozzátette, hogy ez csak egy vicc volt, de az MSZP társelnöke szerint ilyen nem lehet viccelni, ezért kérjen bocsánatot. Mit gondoltok erről az ügyről, és azt én teszem hozzá, hogy ez a videó tegnap előtt került nyilvánosságra, és nem véletlen teszem hozzá. Szerintem ez nagyon hasonló ahhoz, hogy Karácsony Gergelyről előszedik azt, hogy most akkor plagizált vagy nem plagizált, tehát hogy ez egy a kampány utolsó hetében vagyunk, tehát hogy szerintem ilyenkor minden, ami a csőn kifér, azt minden politikai oldal elő fog szedni. Nem, erre gondoltam. Arra gondoltam, hogy az ellenzék nem ugrott erre olyan nagyon rá. Tehát, ő tegnap előtt óta erről nem... Kunhalmi Ágnes ma kérte erre, tehát hol van a DK, hol vannak a többiek, az ellenzéki pártok, vajon miért nem? Ez jó kérdés, én ebből talán azért, mert ez messze van időben, tehát hogy azért ez nem annyira, hát úgymond Medgyessy Péter kinek a közösségének a tagja. Ki ezt most tartozik, ebben a, igen, most igen, ebben igen. A pillanatban az MSZP, vagy a DKE, vagy azok a pártok, akik azért nem azonosulnak a 10 előtti világgal. Persze azért van olyan vélemény, ami szerint a száznapos program az egy valódi baloldali program volt, tehát hogy létezik egy ilyen megfontolás és egy ilyen átgondolás annak az időszaknak, de azért ő már a saját öndefiníció sem azt mondatja, hogy ő esetleg valami közösséget vállalna az MSZP-vel, vagy az MSZP az utódpártjával, a DK-val, és ezért is nehéz erre reagálni, hogyha akár egy most is aktív politikust érintette, vagy lett volna a megjegyzésben, akkor jobban ugrott volna, és ez nem csak a politikusoknak, hanem az aktivistáknak, vagy a választóknak, vagy a választói kemény magok sem igazán tudtak akkor erre, vagy hát most reagálni annyiban, hogy akkor megvédenék azt a politikust. Hát ez egy picit feltűnő volt, nem attól félnek esetleg, hogyha Magyar Péter támadják, az kontraproduktív, tehát nem lett egy ilyen megfontolás az ellenzékben? Szerintem sokkal inkább azon, hogy nem annyira érdekes ez a téma. Tehát, hogy Magyar Péteren most nem fog semmi, tehát, hogy leginkább ez a helyzet, és ez tényleg egy nagyon-nagyon távoli dolog, ez gyakorlatilag egy archív felvétel, tehát azért a választók már egyrészt nem nagyon emlékeznek rá, bevallom, én sem emlékeztem, még nem láttam, szóval, hogy szerintem ez egyszerűen nem annyira érdekes, hogy ez a nyilvánosságot penetrálja, vagy hogy tulajdonképpen az ellenzéki pártok ezzel foglalkozzanak. Plusz szerintem azért benne van az nagyon erősen, hogy senki nem akarja magára vállalni azt az örökséget, amihez ez a politikai szereplő tartozik. Tehát szerintem azért nagyon, nagyon fontos, hogy most egy új politikai tér megteremtésén dolgozik mindenki, legalábbis mindenki ezt állítja, éppen ezért nem biztos, hogyha gyökereket adnak saját maguknak, és ilyeneket kérnek számon, az belefér. Nyilván az MSZP az itt van most már nagyon-nagyon hosszú ideje, és szerintem itt lesz nagyon sokáig még, úgyhogy szerintem ez nekik fér bele, és ezért tudja azt az MSZP megtenni. Na, hát majd megkérdezem. De a D209-es ügyről volt szó, tehát nem az említett, nem tudom, száznapos, vagy egy ilyen baloldali szakpolitikáról, hanem egy olyan ügyről volt szó, amit azért
akkor is kellemetlen volt az MSZP-nek, illetve az akkori baloldalnak. Gyurcsány Ferenc is mintha egy picit, nem tudom, ütemet váltott volna itt kedden, azt mondta, hogy együttműködnének a Tiszával a 26-ban, együtt le tudnák váltani a kormányt. Mit gondoltok erről? Aztán persze megkérdezte az RTV Magyar Pétert, aki Gyurcsány Ferenccel különösen nem akar együttműködni, de egyébként az ellenzékkel sem. De mit gondoltok erről? Azért a Demokratikus Koalíció nagyon sokszor elmondta, hogy ő a kérlelhetetlen ellenfele a Fidesznek, Magyar Péter egy Fidesz törőmetszett, fideszes, valahogy így fogalmazott Gyurcsány Ferenc. Most pedig lehet, hogy mégis együttműködnének 26-ban, szóval hogy van ez? Hát szerintem a DK és egyébként a baliberális pártok megépítették az utóbbi, tehát 2010 óta megépítették azt a mítoszt, meg azt a hát konszenzust a saját választójuk körébe, hogy valahogy az Orbán rendszert azt egy összefogással lehet leváltani. És tulajdonképpen ők most azt, hogy Gyurcsány Ferenc is szerintem ebbe a logikába próbálja meg Magyar Pétert belekényszeríteni, amivel a saját választói táborát tulajdonképpen stabilizálja a DK, hiszen azt mondja, hogy aki nem hajlandó az összefogásra, az nem akarja leváltani Orbán rendszerét. És ebbe a logikába próbálja meg Magyar Pétert valahogy beleszuszakolni, és nyilvánvalóan ez a gondolat, hogy összefogás kell, és hogy össze kell fogni a NER ellen, az egy annyira... Hát azért ez egy jól felépített üzenet, olyan szempontból, hogy nagyon hosszú ideje súlykolják. Nem biztos, hogy ennek van egy mélysége, meg azért az eddigi összefogások gyakorlatilag mind elbuktak. De lehet elnélkülni. Egyébként Kunhalmi Ágnes is azt mondja, hogy együttműködési kényszer van, mert hogy nem egy normális demokráciában élünk, mondja ő, és csak egy az egy ellen lehet a Fidesz legyőzni, tehát Magyar Péternek is együtt kell valahogyan működnie. A 22-es választás azt mutatta meg, hogy egy nagyon széles, vagy persze ott meg a kampány üzenetek kapcsán talán nem volt mély az együttműködés, de az nem működött. Tehát soha nem kapott listán ennyi szavazatot a Fidesz, de másik párt sem. Ha ez nem működik, tehát ha nem működik az a fajta együttműködés, ami felülről van megteremtve, tehát a pártok összeülnek és azt mondják, még hogyha persze volt előválasztás, hogy jöhettek civilek, de azért ez nem egy olyan együttműködés volt, ami a választói akarat alapján jött létre. A DK-nak az volt a stratégiája, hogy akkor megterinti a dominanciát az ellenzéki oldalon, és majd oda gravitálja, vagy szalámizza, akinek hogy tetszik, a többi ellenzéki pártot. És láttuk ezt 22 után, ellenzéki politikusok átmentek a DK-hoz, országgyűlési képviselők mentek, eltűnöztek át a DK-hoz. Ez egy másik stratégia, ennek a stratégiának az a lényege, hogy akkor a dominancián keresztül jön létre egy egység, létrejön egy blokk, és majd ez a blokk azért képes lesz behozni más szavazókat is, mert látják azt, hogy ott van valami erő, ott van egy olyan kihívó, aki képes kormányt váltani. Tulajdonképpen Magyar Péter is ezt csinálja azzal, amikor nem akar szövetségre lépni senkivel, hiszen az utóbbi időszak valóban azt mutatta meg, hogy amikor létrejön valamilyen fajta együttműködés, akkor a választó egy idő után nem tud különbséget tenni az egyes ellenzéki pártok között, és pontosan ezért tudott ő nagyon sok szavazót elhozni a Momentumtól, akár a Kutyáktól, de akár a DK-tól is, mert csak azt látják a választók, hogy akkor ő Orbán Viktornak a potens kihívója. És hogyha nem tesz külön, tehát hogyha belemegy akármilyen szinten is az együttműködés vagy az összeesküvés szólamába, akkor nem tudja magát megkülönböztetni ettől a fajta régi ellenzéktől. Tehát neki valószínűleg az a stratégia, és hát az érdeke, hogy azért róla tudják azt a választók, hogy ő más, mint a többiek. Ő semmiképpen sem, igen. És tulajdonképpen a Momentumnak ezt mutatja a története, hogy... Megbüntették a azzal, hogy már 19-ben azért az önkormányzati szinten, és azért az önkormányzati választás a 19-es sikert jelentett a Momentumnak, sőt azért vannak olyan politikusok, jobban fognak szerepelni, mint a pártjuk az EP választáson. Az azért volt, mert hogy a különböző választási együttműködés miatt, a pozíciók leosztása miatt belekerültek ebbe az egész összefogásba, hivatalokat kaptak, pozíciókat kaptak, de megszűnt a különbségtétel a Momentum és a többi ellenzéki párt között, és ezért nem alakult ki a választóik részéről egy mély elköteleződés a Momentum felé, és ez mutatkozik meg most abban, hogy Magyar Péter elveszte a szavazóikat. Magyar Péter, maradjunk itt, mit szóltok ahhoz, hogy a Politikónak nyilatkozott Manfred Weber, ő a néppárt frakció vezetője, és azt mondja, hogy szívesen együttműködne Magyar Péterrel, az ajtónk nyitva áll az együttműködésre, ezt mondja, mit jelent ez tulajdonképpen, az, hogy várják a frakcióba, vagy esetleg ügyekmenti együttműködés?
kérdést, vagy még túl keveset tudunk ahhoz, hogy igazából lássátok? Szerintem nyilvánvalóan a érdeke, tehát hogy a néppárti politikát próbálja meg Magyar Péter felépíteni Magyarországon a Fidesz mellett, ami azért egy nagyon nem könnyű próbálkozás, és az európai szinten is úgy tud megnyilvánulni, hogyha közeledik tulajdonképpen a néppárthoz, és ez mindenkinek megéri tulajdonképpen Európában, hogyha a Magyar Péter, nem tudjuk egyelőre, hogy hány képviselőjét, de a saját soraikban tudhatják. Szóval, hogy ezzel ők csak erősödni tudnak és növekedni. Jelen pillanatban azért a Fidesz az nem egy nagyon potens együttműködő partner senkivel Európában, és az Európai Parlamentben ez abszolút úgy tűnik, úgyhogy szerintem Magyar Péter ez egy nagyon jó határozott stratégiát követ, hogy gravitál a nagyokhoz, ő is megmutatja, hogy ő is nagy, és ezzel abszolút európai babérokra tör, ugye ezért nagyon érdekes az, hogy, vagy nem érdekes, hanem ezért nagyon jó stratégia tulajdonképpen az, hogy ők az európai parlamenti választáson szeretnének nagyot nyerni, és azért egyelőre a számok szerint azért úgy tűnik, hogy ez sikerülni is fog, különösen úgy, hogy a többi ellenzéki pártot fogják leszorítani a porondról. Az is benne lehet ebbe, hogy persze a néppárt valamennyire nincs olyan nagy gomba, de azért nagyobb gomba van, mint korábban volt, hiszen a tőle jobbra lévő pártcsaládok erősödnek, és most az AfD parton kívül került, de hát azért ők erősödnek akár az ottani mérsékelt jobboldal, a német jobboldal kárára is, Franciaországban is a radikális jobboldal erősödik, tehát hogy azért szüksége van valóban a minden mandátumra az EPP-nek. Másrészt szerintem Manfred Webernek azért lehet személyes ellenérzése is Orbán Viktor a Fidesz-szel kapcsolatban, tehát hogy azért ők, bár úgy tűnt, hogy ugye Manfred Weber ő bajor, tehát inkább ez a bajor jobb oldal és a Fidesz volt jó kapcsolatban, de hogy ott valami megszakadt, ez a Beautiful Friendship, ez véget ért, és hát azért nem lett ő Európai Bizottsági elnök, mert végül ezt Orbán Viktor is részeszed be, hogy ez ne legyen meg. Ráadásul azért, ahogy ha valóban ez a fajta tendencia erősödik, hogy jön fel a Tisza párt, ez nagyon emlékeztet a lengyelországi helyzetre, ahol tényleg egy ilyen 11-néhány százalékon áll a baloldal, és ott pedig a mérsékelt jobb oldal, amelyik, ahol egyébként a gyakran liberális ügyeket is képviselnek, mint az abortusz kérdésében, vagy a melegjogok kérdésében Lengyelországban, ott például ők az EPP-ben vannak. Tehát, hogy ez a fajta minta vagy szenárió, ez már létezik egy ilyen példa Lengyelország esetében, és ezért is találhatja meg az utat a Tisza párt az EPP-be. Utolsó dolog, egy-egy mondat, azt írja a 444.hu, hogy egymás után lobbannak fel a Fidesszel szembeni KDNP-s ellenállás apró kis lángjai, hát nem forradalomról van itt szó, vagy nagy válásról, de apró kis lángokról, a 90-es és 2000-es évek MSZP és SZDSZ közötti koalíciós válságait idézik az elmúlt hetek történései, leírják, ugye mi történt Albertirsán, Pilis Csabán, Dunaújvárosban, ott van Dabas, de hát ott már nagyon-nagyon régóta dúlt ez a háború, szóval, hogy mit látok ebből, mi folyik itt? Én ezeket mindig általában azért ilyen újságírói reménykedésnek élem meg, vagy érzékelem. Ez azért elég érdekes, hogy Albert Isen, a Fideszes Varga Károlynak azért van egy kihívója, Jutasinék Lein Kitty, KDNP színeiben akar polgármester lenni, azért meglehetősen szokatlan a történet. Érdekesnek szerintem, és nagyon érdekes, de szerintem messze menő következtetéseket nem nagyon tudunk belőle levonni, a KDNP nem tudna létezni a Fidesz nélkül, a KDNP-nek önmagában nem nagyon vannak választói, hiszen hát ha jól emlékszem, akkor nagyon régen volt olyan választás, ahol ők megmérettették magukat úgy egyáltalán, úgyhogy én nem gondolom, hogy ez egy ilyen recsegő, ropogó, nem tudom, forradalomban kitörő rendszer lenne jelenleg. Ez inkább ilyen wishful thinking szerintem az ellenzéki választók és ellenzéki újságírók részéről, de hát meglátjuk, hogyha lesz egy Fidesz és KDNP pártszakadás június 10-én, akkor nem tudom, akkor remélem megbeszéljük itt újra a stúdióban. Félig meddig ez egy vicc ez a cikk, én úgyis úgy érzékeltem az újságíró részéről.
Olyan szempontból valóban érdekes az, hogy azért a helyi politika nagyon gyakran máshogy működik, mint az országos. Nem csak ezt a példát lehetne említeni, de azt is, hogy ha már ugye ebben a cikkben is szerepelt az, hogy a volt MSZP-s jelölt indul, Fideszes jelöltként Dunaújvároson, azért az egy nagyobb település. Tehát itt azért a politikailag aktívak, a helyi hálózattal rendelkező emberek, akik valahogy be vannak ágyazva a helyi történésekbe, ők azért jobban el tudják veszíteni a pártogójukat, mint a közéleti érdeklődésüket. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.